Osztálytársaihoz hasonló életet próbál élni a 12 éves fekete sarolta. Az viszont kellemetlen neki, ha ő adja be utolsónak az uzsonna pénzt. A szegénység mellett nagyobb gondot jelent neki, hogy a karácsonyt nem tudja szeretteivel tölteni. Apukája 6 éve halt meg. Mi az, ami hiányzik az életedből? Mi az, amit úgy érzel, hogy anyukát sajnos nem tud neked megadni? Hát az, hogy apukám meghalt, hát a szeretteink, hogy meghaltak. Sarolta nem várja el édesanyjától, hogy drága ajándékok kerüljenek a fa alá. Nem sokat. Nem várok sokat. Sarolta édesanyjával havi 10 000 dinárból él. Az anyukát nagyon megviselte, hogy férjét elveszítette. Emellett a szülei is nemrég haltak meg. A történtek után nincs abban az állapotban, hogy állandó munkát vállaljon, és kiegészítse a családi kasszát. Minden évben rosszabb a helyzetünk, mert nincs olyan lehetőség, hogy mondjuk most én is nem bírok elmenni dolgozni. Mert mondják, hogy miért nem megyek, mert egyszerűen nem bírok. Nem olyan az egészségi állapotom, mondjuk egy 3 beteg embert kiápolni, mondjuk nem volt mindegy. Magdolna elmondta, míg élt a férje, volt támasza is, nem éltek rosszul. Most viszont mások segítségére szorul. Az ebédet legtöbbször a Caritástól kapott adományokból állítja össze. Ha nem kapnának élelmiszercsomagot, nem volna mit az asztalra tenni. Hát mit főzünk? Máma éppen semmit nem főztünk. Annyi volt, hogy tegnapra maradt leves, és akkor azt ettük meg. Magdolna igyekszik minden nap főtétellel hazavárni lányát. Egyelőre a meleg szobát is biztosítani tudja neki. A tüzelőjük viszont hamarosan elfogy. Tűzevalunk annyi, hogy egy 2-3 hétre való, ami van, mert hát ugye csutkával tüzelünk, amit azt is úgy kaptuk. Magdolna és lánya bizonytalan helyzetben várják a karácsonyt. Remélik, nem hideg szobában kell tölteniük majd az ünnepeket. Az édesapa és a nagyszülők nem lehetnek velük szenteste, de remélik, az ünnepi vacsora nem hiányzik majd az asztalról. Ön is hozzájárulhat, hogy szebb legyen Magdolnáik karácsonya. A Pannon TV december 21-én egész estés jótékonysági élőműsorra jelentkezik. Az adományokat a Caritas segítségével juttatjuk el a rászorulóknak, amelyeket a segélyszervezeti irodában adhatnak át Vajdaság szerte. Amennyiben pénzzel támogatnák a rászorulókat, az összeget a Caritas 310-17-41-88-91-es bankszámlaszámra adni öröm megjelöléssel küldhetik el. A műsor alatt és már előtte is a 024-621-401-es számon, vagy az office@pannonrtv.com e-mail címen várjuk a felajánlásukat.